Ügyszok a tévénézők, újabb nagyon nagy tisztesség érte a szervezetet, mert hogy ellátogatott hozzánk, pontosabban itt ül velem szemben Lisztes Krisztián, és úgy csinálnánk, mintha most találkoznánk, úgyhogy hello Krisz! Üdv mindenkinek! Oké, meg vagyunk. Én neked is! 49-szeres válogatott, és roppant elfoglalt. Óriási társasági életet élsz, nem? Mert hogy látom fénykép itt, fénykép ott, mindenhová eljutsz, most legutoljára ugye az EB-nek voltál az önkéntese. Mi volt ott a feladatod? Én az önkéntes programnak voltam a nagykövete igazából, én az előkészületekben és a önkénteseknek a toborzásában vettem részt, tehát az volt a legfontosabb, hogy meglegyen az a tömeg, amiből ki tudjuk választani az önkénteseket, és nagyon jól működött. Igazából a mérkőzéseket már csak élveztem, és kaptam jegyet, ki tudtam menni a lányommal, a fiammal, nagyon nagy élmény volt, és tényleg örülök, hogy ilyen jól szerepelt a magyar válogatott. Ő közelről nézted akkor a meccset, nem holmi kakasülőről. Igen, jó helyen. Mindenkihez odaállsz, azt nézem, mosolyogsz, jönnek, nem is ismered őket, és mégis eleget teszel ennek a kötelesség. Nem teher, ugye? Nem, abszolút nem. Na, azt mondja, hogy a gyerekeknél tartottunk, és biztos, hogy tudják rólad, aki nem tudja, azoknak elmondom, hogy pár évet a gyermekkorodból Oroszországban töltött. Igen. Találtam rólad egy képet, amit éppen a csúszdáról nézte felé kockáskabátban. Igen. Hol készült, az kikészített, és miért voltál ott? Apukám villamosmérnök volt, és ott kapott munkát, és ott voltunk több magyar családdal együtt. Szibériában voltunk 2 évet. A barátság össze. Ez a hidegebb variáció volt, az, hogy kikészítettem a fényképet, ez gondolom mi családi anyu, apu, nem tudom igazából, hogy ez a fekete-fehér anó. Az volt. Egy ilyen bádog csúszdány összlefelé. Igen. És hát ott ez volt a szórakozás körülbelül. Valami emléket őrzöl onnan? Pont ezek a fényképek, az emlékek, meg előhozzák az emlékeket sokszor. Nagyon hideg volt, nem mondok a nagy újdonságot egyébként. Nyilván más világ volt, és nagyon gyerekkoromról arra emlékszem, hogy azért nagyon nagy teherautók volt, azért nagyon sáros utak, ott mindig farmert akartak venni tőlünk, gondolták, hogy Magyarországon, tehát farmerod volt, akkor kaptál mindent, akkor kaptál húst is egyébként. Tehát az időszak volt, amikor a boltokban nem az volt, hogy akkor azt és azt, hogy azt kérem, hanem nem tudom, volt ez mondjuk van. Párizsi, meg párizsi. Apa, ő gondolom nem foglalkozott ennyire a bizniszen, hiszen ő szakember volt, meg őt lekötötte a saját munkája, nem? És akkor itt hát nem vittetek árut, ilyen kereskedelemben nem vettetek. Nem, csencseltünk, nem volt ilyen igazából. Ezt a szót akartam elkerülni, igen. Nem volt ez a, nem igazán. Gyerekkorodnál tartunk, és itt a fényképek között látom, hogy végtelenül büszke vagy a gyermekeidre. Lili, röplabdázik, ugye? Igen. Újpesten. Nem. Nem? Volt egy lilamezes kép? Igen, volt Újpesten, most meg Kispesten van a Lili. Na de az egyik se Ferencváros. Hogy engedheti meg magának egy Ferencváros? Fradinak nincs röplabda csapatom. Hát akkor jó, most felmented. Erre nem tudsz mit mondani. Hogy keveredett a röplabdához? Anyukája röplabdázott, és... Nem is akart focizni? De akart focizni, azt nem engedte neki. És végül csapatsportág, labda. Nagyon szereti egyébként, nagyon jó kis csapatember, úgyhogy maradt a röplabdán, de mindig felemlegeti egyébként, de azért megpróbáltam volna focizni, és nem engedtétek, és én nem voltam ilyen, hogy nem engedtem. Hány éves? 20 most töltötte be. 20 éves? Hát akkor nagyon fiatalon lettél, apuka. Hova született Lili? Lili Budapesten született, meg a Krisz is Budapesten született, a Lili járt még kint óvodába, Brémába, Németországba. Oh. Igen, még ott az első fél évet ott töltötte az óviba, és akkor utána elég hamar utána visszajöttünk, mármint az ő gyerekkorukat nézve, Krisz szinte alig volt kint. Akkor nem is annyira beszéltünk. Gladbachban, nem sajnos. Igen, azt nem tudták megtanulni. Lilinek volt egy ilyen speciális nyelve, amit ott óvodában alkalmazott, az se nem magyar, se nem német volt. De sajnálom én is, hogy azért nem ragadt úgy rájuk ez a nyelv, hiszen ott azért abban a környezetben biztos, hogy gyerekek nagyon gyorsan tanulnak. Egyébként azt is sajnálom, képzeld el, hogy én nagyon jól beszéltem oroszul, sőt jobban beszéltem oroszul, mint magyarul, és mindent elfelejtettem. Tehát ez is érdekes, hogy az embernek az agya hogy működik. És amikor én hazajöttem, akkor még Magyarországon ugye orosz tanultunk,
akkor nem volt gond, az, hogy kiráztam a ujjamból, hogy mindig ötös voltam, de hogy most már szinte a betűkkel is így gondolkoznom kell, hogy az milyen betű a cégi betű között. Balakovval nem könnyítette meg a kommunikációt, mert ugye a bolgár... Annyira nem, hogy akkor már nem, addigra már teljesen. Kiesett belőle? Teljesen kiesett minden. Még ő is próbálkozott, hogy oroszul, ja, mondtam a dá, aztán ennyi volt körülbelül, hogy akkor mégse értem, hogy mit mondasz. Ez kár. Úgyhogy inkább erőltessük a németet. Kanyarodjunk vissza, a Balakov névedből nem volt erős, ugye? De azért beszélt. Beszélt, jó. Érthető módon, de. Oké, akkor most visszaugrok a kérdésvonalodba, hogy Krisztián fiad meg futballista. Na, hol tart most? Igen. A Krisz most töltötte a 16-ot be. Ő a Fradiba játszik. Ugye előző évben is egy évvel fiatalabbaknál játszott, de játszott a saját korosztályában. És azt érzem rajta, hogy sikerült szintet lépnie. Na. És így. Nem akarom elkiabálni nyilván, de hogy fizikálisan Krisz magasabb is, mint én, jó fizikumú, aminek nagyon örülök, hogy megvan a belső motivációja. Tudod, hogy nem az volt, hogy én erőltetem, hanem nyilván mi nagyon sokat fociztunk otthon is, kertbe rúgdostunk, és azt láttam, hogy élvezi a labdát, szereti a labdát, jó érzéssel van azzal kapcsolatban, hogy ott van körülötte a labda, mint ahogy én is a gyerekkoromat így töltöttem. Úgyhogy meglátjuk, én szurkolok neki nagyon, hogy jól sikerüljön. Akkor ő a teljesen objektív véleményed szerint, mert ugye reálisan látod, az a legjobb szülői erény, hogy ő nem akkora tehetség, mint amilyen te voltál, mert rólad már 8-10 éves korodban legendát beszéltek a Népligetben. Minden nap szerintem szubjektív a gyerekével kapcsolatban, hogy én voltam edzője is, ami nem feltétlenül mindig pozitív, mert vagy elfogult vagy vele, igen, pozitív irányba, vagy negatív irányba. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt a köztest, vagy túl sokat követelsz tőle, és jobban leszúrod, vagy többet megengedsz. És én is inkább keményebb voltam vele, és ezért is hagytam ezt a sztorit, hogy akkor én ne legyek az edzője továbbra is, mert nem is egészséges szerintem az öltözőben, most már ő is tini, csak kibeszéled, csak röhögsz egy picit az edzőn, hogyha nincs ott, és azt nem akartam, hogy ez így esetleg ez zavarja az ő fejlődését, vagy esetleg a kapcsolatát a csapattársaival. De az, hogy tehetségesebb vagy én voltam tehetségesebb, tudod, ez is nagyon vékony ég. Tehát teljesen más, mint én. Más karakter, más személyiség. Én azt gondolom, hogy vannak olyan tulajdonságai, hogy csak a focit nézzük, amiben jobb, mint én. Az mi? Figyelj, szerintem neki sokkal jobb a belső passzai például. Sokkal pontosabbak, sokkal tisztábbak, mint nekem volt, vagy az én belső passzaim. Én azt gondolom, nekem lehet, hogy dinamikám volt egy picit erősebb, de örülök, hogy ebben is fejlődött. Nagyon jól használja a testét, a fizikalitását. Borít? Jól beáll, jól fedezi a labdát, én ezt kevésbé milyen szerettem. Ő is a 9-es-10-es pozíció, igen, tehát támadó szekció. Mennyire fogadja el a véleményed? Nagyon óvatosan beszélgetünk így ezzel kapcsolatban. Tehát nem akarom ugyanúgy, amit mondtam az előbb, hogy rányomni az én akaratomat, de azt gondolom, hogy elfogadja, jókat beszélgetünk, főleg, hogyha kérdez, vagy kíváncsi a véleményemre, de nem közvetlenül a meccs után, hogy hú, hát ez most nem futottál, tehát nem ez van. és én tényleg szerettem volna mindig úgy kialakítani, és szerintem ez sikerült is, hogy az elsődleges vélemény is a legfontosabb, amit az edző mond, amit az edző kért, úgyhogy soha nem beszéltem negatívan az edzőről, nem akartam őt rossz irányba befolyásolni, vagy esetleg felmenteni azzal, esetleg egy rosszabb teljesítmény után, hogy ez, na most ez azért volt, mert az edző, nem tudom, rossz helyen játszatott, nem tudom, rosszul szólt hozzád, hanem szerintem nagyon fontos, hogy én is átéltem, sok edzőm volt, hogy alkalmazkodni kell játékosként az edzőhöz, és nem fordítva. És lehet, hogy van, aki emberileg jobb, van, aki szakmailag jobb, és szerintem ez fontos, mert normális esetben is bízom benne esetleg, hogy tényleg esetleg egy profi karriert bele tud csöppenni, és mondjuk ez lesz a hobbija, élete, és amivel keresi a pénzét meg is. A munkája. De hogy akkor valószínűleg, sőt biztos, nem egy edző fogja végigvinni, mint ahogy nekem is Kazás Pali bácsi a
nevelőedző, nagyon imádom, de hát egy idő után el kellett, hogy engedjük egymást, vagy jött a következő edző, és ő is mindig ezt tanította, és azt láttam rajta, hogy nyilván következetesen edzél jól, csináld a dolgodat, és az meghozza az eredményét, de alkalmazkodni kell, ez az igazság. Amikor edzője voltál, és beültetek az autóba, akkor ott volt személyes beszélgetés? Apa, ezt nem kellett volna mondanom. Nem. Nem? Ott én teljesen ki tudtam zárni. Beültünk az autóba, megyünk haza, ott már megint apuka voltam. Tehát nem volt olyan. Vegyünk Túró Rudit? Vegyünk. Ez volt a fő kérdés. Igen, kérsz inni, szomjas vagy, minden oké, minden rendben van. Az edzőknél tartottál, és hát ugye most a leginkább a fókuszban Joachim Löw volt ott az elmúlt hetekben, és az ő munkássága, meg az ő pehére a lelépésének az eredménytelensége, és róla azt mondtad, hogy hát különösebben nem törődött veled. Ez így igaz. Jó edzői magatartásnak véled, vagy rossznak? Ez akkor ez volt a standard, ha lehet így mondani, hogy nem foglalkozott velem, mivel, ha így visszagondolva, ettől függetlenül majdnem mindenkire ugyanennyi energiát fektetett. Nyilván a szerjátékosokra, akár Balakó azért másképpen foglalkozott, de hogy ez volt a természetes, hogy neked bizonyítanod kell, neked be kell verekedned magad a csapatba, és majd nagyobb figyelmet kapsz, hogyha teljesítettél. Tehát a másik oldalról pedig ez egy lecke volt nekem is, meg egy tanulási folyamat, hogy ezt kell elfogadni, én nekem a teljesítményemmel kell felhívni magamra a figyelmet, nem azzal, hogy a Fradiba már BL-be játszottam, volt egy-két jó mérkőzésem, meg hogy akkor még nem abban a korban éltünk, hogy volt sportpszichológus, csapat mellett volt esetleg valaki, akivel a problémáidat megbeszélted, hanem hazamentél, és jó esetben volt valaki otthon, akivel megosztottad a gondjaidat, aki melletted állt, család, barátok, igazából magadat kellett túltenni ezeket a dolgokat, kevesebb úgymond olyan segítséggel, de szerintem ez egy teljesen természetes folyamat volt, tehát én ezt nem negatív irányba mondtam felé, hanem abban az időszakban, ez így nézett ki? Az volt az angol típus, nem? Ez így nézett ki. Dolgozol, akkor kapsz. Így van. Ott van az edzés, bizonyíts be, hogy te jó vagy, elég jó vagy. Ugyanúgy nyilván ott is azért nagy volt a kontraszt, azért a fizikális terhelés azért magasabb volt, mint Magyarországon, ott, már ott is. Ott kellemetlenül érezted magad? Vagy nagyon kellett pótolni, hogy a többieket utolérjed? Nem éreztem kellemetlenül soha, mert egyébként egy jó iskolát kaptam szerintem a Fradiba. Annyi, hogy amikor kimentem, ott az előző fél évben sokat voltam sérült. Tehát nem voltam olyan fizikális állapotban, nem voltam toppon, és ezért volt nehezebb egyébként mondjuk ott is egy felkészülés, egy friss, hogy friss legyek, hogy olyan teljesítményt tudjak nyújtani, és azért kint akkor még sokkal több volt ez a szárazkutás a németeknél is, ami ott is teljesen megváltozott, és sokkal jobban labda orientáltabbak lettek az edzések, és specifikusabbak, mint régen volt, hogy tényleg egész csapat induljon el, futottunk a legjobba, a legrosszabbal, és kellett tartani a tempót. De ugye volt később nekem is mondjuk Ralf Rangnick az edzőm, akinél ugye jött már pulzusóra, jöttek ugye most a katapultok, jöttek azok a mérőeszközök, amivel mindenkinek be van állítva a saját tempója, és mindenki saját idejével fut, és a saját erejét javítgatja. Amikor Stuttgartba kerültél, akkor előzőleg Magyarországon egy ünnepelt játékos voltál. Ennek minden jóságával és minden rosszaságával fókuszban álltál. Egyszer csak bekerültél a Stuttgartnak a keretébe, és 22 emberből egy lettél. Így van. Hogyan sikerült elviselned? Hogyan sikerült ezt feldolgoznod? Hát szerintem ez egy normális folyamat, tehát ez hozzá kell szokni. Azért egy páron elfutnak akkor, amikor ilyen szituációba keverednek. Hozzá kell szokni. Lehet egyébként, és ilyen szempontból én lehet, hogy ilyen makacs vagyok, vagy konok, de hogy amit elhatározok, azt szeretem végigcsinálni. Az jó. És úgy éreztem, hogyha nem sikerül ott nekem, mondjuk beverekednem magamat a csapatba, akkor megint hazajövök, hogy mindig azt fogom hallgatni mástól, hogy oké, itthon jó vagy, de hogy kint nem sikerült. És én ezt szerettem volna bebizonyítani, mert egyébként nagyon sok nem is kritikát kaptam Magyarországon gyerekkoromban, de hogy csomó olyan dolog volt, ami miatt azt mondták, hogy nem lesz belőle semmi. Tudod, ez volt, az más voltam, nem volt olyan a tüdőkapacitásom, pici vagy, nem tudom, nem elég erős, nem tudsz védekezni. Tehát tudod, csomó olyan kritikát kapsz így a évek során, ami azt mondja, hát belőled nem lesz semmi. Jó, most oké, itt magyar szinten oké, de aztán kint biztos, hogy nem, tudod? És ez engem picit mindig motivált, na jó, akkor igen, nem, de sikerülni fog, és megpróbálom megcsinálni.
És én azt gondolom, hogy beérett, meg érdemes volt kitartónak lenni, mert nyilván voltak nagyon nehéz hetek, volt 4 hétig mondjuk nem voltam keretbe se, tehát azt megélni, hogy tudod... Azt ahogy olvastam, azt nem is indokolták semmivel? Hát nem indokolták, nem annyi az, hogy nagyon-nagyon jó játékosok voltak tényleg a keretben is, nagyon kiegyensúlyozott volt mindenkinek a teljesítménye, ott is nyilván egy edzőnek sikeresnek kell lennie. Hogy jöttél fel ebből a kútból? 4 héten keresztül még csak az utazóban benne voltál? Nem, utazóban sem. Tehát kereten kívül maradtam. Annyi, hogy játszottam mondjuk a második csapatba, most Stuttgartnak volt a második csapat, aki a negyedosztályban szerepelt. És ott játszhattam mondjuk egy vasárnap, ami ugyanúgy nem annyira volt motiváltán, amikor annyira magad alatt vagy, te is mondod, de el kell jutni arra a szintre, hogy vagy magadat kihúzod ebből a problémából, önsajnálata nem él semmire. Azt kell mondani, hogy valószínűleg valamit nekem jobban kell csinálnom. Valószínűleg még nem vagyok olyan erőbe, akkor akármennyire nehéz egyébként türelmesnek lenni, meg azt mondani, hogy vagy elfogadni azt, hogy ez lehet, hogy indokolt, és lehet, hogy van benne valami, de hogy összeszorítom a fogamat, igenis bebizonyítom, rá kell jönni az embernek, hogy kap utána 5 percet, 10 percet, vagy csak benne van az utazó keretben, hogy azt is pozitívan éljen meg, azt mondja, akkor ez is siker, ha beállok 5 percre, akkor megteszek mindent annak érdekében, hogy helyzetbe kerüljek, valahogy fölhívjam magamra a figyelmet, nyilván ott vannak az edzésjátékok, és ott tényleg mindenki az életéért harcol, az edzésen is, ami nyilván nagyon fejlesztő hatású, egymás közötti játékok is élethalálra mentek. Volt olyan, amikor egy picit úgy körülnéztél, hogy gyerekek, várjatok, mert ez nem éles, ez csak edzős. Volt olyan, hogy ezt gondoltam, de aztán rájöttem, hogy ez nagyon éles. A németek ezt a mentalitást szeretik, nem? Ezt a soha föl nem adni igen. elméletet. És igen, akkor ez tökéletesen jó volt. Ez bennük van, igen, ez is egy tanulható dolog mindenféleképpen. És minden edzésen valamban ez van. Ha futásról van szó, ha erősítésről van szó, ha játékról van szó, akkor ők azt komolyan vették, és látszik nyilván az a mentalitásokon, de szerintem itt Magyarországon is ez nagyon, nagyon jó irányba halad és haladt, hogy professzionálisan kell dolgozni ahhoz, hogy a mérkőzés is jól sikerüljön. 8 évet töltöttél el Németországban? Hát majdnem 10 évet majdnem voltam 10 kint. Évet, oké. Nem érzed most így, hát utólag persze már egy okos tojáskodás minden gondolat, hogy lehet, hogy el kellett volna cserélni, mert volt neked egy nagyszerű ajánlatod ugye Sevillából a Betis. Igen, volt egy Betisnél egy ajánlatom. Csak akkor közben jött valami, nem lett volna jobb esetleg frissíteni a német mentalitás után máshova menni? Elképzelhető. Akkor, amikor kaptam a Betisztől ezt a szerződés ajánlatot, akkor még nem éreztem úgy. Ez még a brémai időszak előtt volt. Ó, akkor kaptam... Stuttgart és Bréma között? Stuttgartnál lejárt a szerződésem, aha. Megkeresett a Dunai Anti bácsinak a közbejárásával. Ugye ő nagyon nagy karriert futott be edzőként és játékosként is Spanyolországban, és az ő segítségével letettek el egy 7 éves, 4 plusz 3 éves szerződést a Betis Sevilla, amit nem fogadtam el. Az Antibács is fogta a fejét, hogy Krisz, de ugye aztán később egy évet még voltam Stuttgart, és utána mentem Brémába. Tehát én azért nem bánom ezt a brémai időszakot, mert az, hogy Bundesliga bajnok lettem, az kárpótolt nagyon sok mindenért, és utána volt megint szóba a Betis, amikor jött nekem ugye a sérülésem, ami miatt utána így minden dőlt, de azt gondolom, hogy akkor jó döntést hoztam, hogy maradtam még Stuttgartba, és utána mentem Brémába. Azt kevesen mondhatják el magukról, hogy német bajnokok. Azt összehasonlítva a magyar bajnoksággal, magyar bajnoki címmel, oké, azt fogod mondani, ugye a magyarság szeretetből, hogy tényleg a magyar bajnoki cím jó, de hát azért rangban a Bundesliga első helyhez előrébb jár. Persze, rangban mindenféleképpen meg, hogyha az erősségét nézzük a bajnokságoknak, de hogyha pedig az érzelmi részét nézzük, ugye én gyerekként, fradistaként nevelkedtem, vagy fradi szurkoló tesómmal jártunk ki a kettős rangadókra, a fradi meccsekre, ott szotyisztunk. Testvéred, erről senki nem tud? Persze, nekem van egy bátyám, hogy nem. Ó! Nekem van egy bátyám, még együtt kezdtük el a focit. Ő annyi, hogy ő... Mennyire idősebb? 2,5 évvel. Az semmi. Hát az semmi, aha, végül is, igen. Mi nagyon sokat fociztunk együtt, meg a haverjaival. Ugye nekem apum hamar meghalt, és igazából így mentem a bratyóval, így szegény, tudod, így kicsit kellett mindenhova vinnie.
És ugye a haverjával fociztunk, mindenhova mentünk, és ugye Lacival jártunk ki meccsekre. Ő elég hamar abba hagyta a focit. Nem volt jó futballista? Szerintem jó volt, de ő azt mondta, hogy látta a kettőnk közötti különbséget, és ő mondta, hogy ő inkább a tanulás felé ment. A Dunai Antalt emlegetted, ugye 96-ban kijutottatok az atlantai olimpiára, és ott volt egy kis zűrzavar, amit mostanában szívesen dolgoznak föl, hogy a Mátyus János és a Rutka János kiesett és hazaküldték. Most itt jár egy legenda, hogy ott pénzről volt szó, keretszűkítésről volt szó. Mit éreztél te ebből az egészből? Hát így utólag igazából, például ezt a Antival nem beszéltük meg még soha így. Én, pláne ahogy alakultak a dolgok, én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy egy jó döntés volt. Hazaküldeni őket? Igen, nem bent tartani őket. Két olyan játékosról beszélünk, a Rutka Janiról, meg a Mátyus Janiról is, aki a csoport mérkőzéseken ott voltak a csapatban. A védelem oszlopai. A védelem oszlopai játszottak is. Ez mindig azért egy keret kialakításnál szerintem azt hiszem figyelni kell, hogy ki mit tett le az asztalra, abban a csapatban is. Nyilván mindig lehet azt mondjuk a formáról, sérülésekről éppen hogy alakultunk, azért mellette ott volt a Pető Zoli, Dragonar Attila, jó védelmünk volt, a Molnár Zoli. Safi a kapuban. Safi is ott volt, igen. És úgyis úgy alakultak a mérkőzések, hogy meg is sérültek a védelmünkből sokan, tehát ők nagyon kellettek volna egyébként a pótlásukra. Anti bácsi viszont úgy döntött akkor, hogy újakat is hoz be a keretbe, inkább a középpályát, vagy a támadó sorban esetleg, hogy jobban tudjon változtatni. Az ő is eléggé előrefelé gondolkodó edző volt, eléggé csatárként is benne volt a vérében szerintem. És ő így döntött, nagyon nehéz egyébként, nyilván nem most már látom így karrierem után edzőként olyan döntéseket hozni, amit majd csak a későbbiekben tudunk, hogy jó volt, nem jó volt jó. Még nyilván egyébként ugye a Jani is, meg a mind a két Rudi. Jani, a Rudi is, meg a Matyek is azért ők közelebb is állnak hozzám, ugye a Rudival játszottam együtt a Fradiba, a Matyekkal is, meg olyan érzelmi kapcsolatunk is szorosabb volt, mint esetleg azokkal, akik ott hirtelen úgy, mint belecsöppentek a jóba, nem is voltak ott esetleg a csoportmeccseken, ott egy nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze, úgyhogy azt gondolom, hogy ez... Pénzről szó volt? Pénzről én nem tudom, hogy te... Valaki pénzről nem tudok, hogy... Valaki arról beszélt, hogy prémiumot szerettek volna a fiúk, és hát ugye ők voltak a vezéregyéniségek, ők voltak a hangosak, uh-huh. Oda mentek Anti bácsihoz, vagy valami vezetőhöz, és aztán a vezető meg mondta, hogy akkor ezt a két srácot küldhaza. Azt a pillanatot mondd el nekem, légy szíves, így a történetkönyvvel lapozgatva, hogy hogyan értétek ti meg, amikor meghallottátok, hogy a két legerősebb ember elmegy Atlantában. Mit gondoltatok akkor, hogy most itt a világ vége vagy? Nem is a két legerősebb, nem megbánt őket, mert ott igazából a csapat egysége volt a legjobb, és jó játékosaink voltak középpályán, előrefelé is, így is meg volt a védelmünk, kapus pozícióban erősek voltunk. Nyilván sajnálja ilyenkor az ember őket szerintem, de mindenki ilyenkor foglalkozik a saját dolgával. Ez olyan csúnya dolog egyébként, hogy valaki megsérül a pályán is, és leviszik hordágyon, akkor nem vele foglalkozol éppen, hanem az, hogy megy tovább a mérkőzés, magasan van az adrenalin, fókuszálsz, és nyilván utána az öltözőben megkérdezed, hogy mi van veled. De ez ugyanolyan, hogy addig mindenki olimpiára figyel következő mérkőzésre, örülsz, hogy te benn vagy a keretben, örülsz, hogy nem téged küldtek haza. Én is egyébként azon az olimpián a Sebők Filivel később csatlakoztam a csapathoz, mert nekem is az utolsó meccsen volt egy nagyon kemény bokasérülésem, tehát én nem is mentem velük a felkészülésre. A Rudi ott volt, a Matyek ott volt, ők mentek Mexikóba, játszottak edzőmeccseken, és én is úgymond később érkeztem a csapathoz, és akkor csatlakoztam a mérkőzésekhez. De törzstagja voltál ennek a csapatban? Abszolút, igen. Meg a Vili is, a Sebők Vili is a csoportmeccseken mi kivettük a részünket, így van. Akkor most, mivel már olyan sok időnk nincs beszélgetni, mert én órákig elhallgatnálak és bámulnálak, Brémában volt jobb lakni, vagy Stuttgartban? Brémában azért is volt jobb lakni. Nyilván szerintem egy játékosnak a nagyon fontos, hogy összekapcsolja a sikerekkel. Tehát én mindig akkor éreztem jól magamat, amikor a játék is jól ment, vagy csapatban is jól játszottam. Tehát igazából tőlem lehet
legszebb város a világon, hogyha nem játszol, és rosszul érzed magadat ott. De egyébként Bréma ilyen szempontból, ott nagyon nagy kontraszt érdekes, mondjuk Bréma és Hamburg között, Hamburg ilyen 100-120 kilométerre van, tényleg világváros, minden adott, szuper, jöhetsz ide, jöhetsz oda, színház, mozi, bármi, esti élet, és Bréma meg egy nagyon nyugis család, centrikus kis falucska, lehet így mondani, vagy nagyobb város, Hamburghoz képest. És ha megnézzük a, most sajnos ugye Bréma is kiesett, de hogy azért sokkal sikeresebb a utolsó, mint tudom, 10 évet nézve a brémai csapat. És sokszor mondták azért, mert sokkal jobb a család, barát, mindenki jobban koncentrál a feladatára, a focira, ott meg Hamburgba pedig mennek a srácok a éjszakába sokszor. Mi volt az a gondolat, amivel azt érezted, hogy neked egy éttermet kell birtokolni? Hát az a külvárosi kávézó, ráadásul Újpesten. Igen. Nem volt soha egyébként ilyen, hogy én étterem, vagy bármiféle nagyon más célom lett volna egyébként a focin kívül. Én ott ismerkedtem meg a feleségemmel, ott dolgozott, egy kis érzelmi alapú döntés volt akkor, hogy ez van jó lesz befektetésnek. Az akkori tulaj... Tudok, és nagyon dicsérték, hogy jó volt a konyha. Nagyon jó volt, persze, ez egy nagyon jól menő étterem. Most mi a sorsa? Volt, most ki van adva. Tehát akkor újra lélegzik. Újra lélegzik, ki van adva, hál' Istennek találtunk olyat, aki lát benne fantáziát, meg most nyilván azért ez a Covid nem tett jót így a... Senkinek nem tett jót. Egy új helyen dolgozol, UDSC, mit jelent UDS-e? Az? UDS-e, az U és a D mit jelent? Zungar és Deutsch, Magyar-Német Sportegyesület. Ó! Ugye mi a Dortmunddal vagyunk kapcsolatban, szakmai megállapodást kötöttünk. Jól érzed ott magad? Jól érzem magamat, igen. Schneider? Timo Schneider? Teo Schneider. Igen. Az ő személye jelentette neked a garanciát arra, hogy ez egy jó munkahely lesz, vagy a cél, amit meghatároztak neked? Komplexen így van. Azért nekem fontos volt, hogy a Dortmundban van egy szakmai megállapodás, fontos volt egyébként a Teónak a személye. Nekem azért fontos, hogy a napi munkában kik vesznek körül, mit, hogy dolgozunk, mennyire van beleszólásom a dolgokba, mennyire azt az irányt képviseljük, amit én is képviselek. Úgyhogy nekem nyilván ezek fontosak. Úgyhogy ez egy fiatal klub, egy érdekes az utánpótlásban, konstelláció, igen. Eddig utánpótlásban dolgoztál, nem érzed még az idejét annak, hogy kipróbáld magad felnőtt csapatnál? Elképzelhetően is el fog jönni az ideje, azt akkor gondolom. Akkor elengednéd a UDS-ét? Nem tudom még, hogy hogy alakulnak a dolgok. Én azt gondolom, az utánpótlás bármilyen edzőnek szerintem nagyon jó kis iskola, és hogyha van később ambíciója, felkészíti a felnőtt focira és a karrierjét, nagyon sokat lehet tanulni belőle, és szerintem nem rossz volt elkezdeni, akár mondhatom Dárdai Fajnak a példáját, de nekem is így alakult most így a sorsom. Aztán meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Én nagyon szeretném, és én nagyon boldog lennék, hogyha az UDS-éből, de akár komplexen a magyar labdarúgásból, a top bajnokságból, mondjuk egy Bundesligába minél több srácot el tudnánk juttatni, vagy a maximumot ki tudnánk hozni. Mert azt látom azért, hogy még mindig kevés az a topjátékos, az a nemzetközi szinten jegyzett topjátékos, akit mondjuk föl tudunk mutatni, ki tudunk nevelni, és ha ebben én tudok segíteni, az nekem ez egy szép életcél, ha lehet így mondani. Mostani csoportban vagy az Egyesületben találsz ilyen kis gyémánt darabkákat? Aztán vannak, az nagyon-nagyon vannak, jó. Igen. Még egy utolsó kérdés ez az UDS-ével kapcsolatban, hogyha úgy alakulnak, akkor felnőtt csapatot is indítanátok? Nem az a cél. Nem az a cél. Nem az a cél. A célunk az, hogy 16 éves korig, ha lehet mondani, megkapja minden olyan képzés, hogy felkészült legyen, hogyha kikerül esetleg egy top klubhoz. Nekünk ez a célunk. Krisztián, kipróbálnád a szokkát? Ki? Én nagyon szívesen. Mi tetszik benne neked? Mi tetszene benne? Igazából nekem gyerekkoromban rengeteget játszottam különböző méretű termekben, különböző méretű kapukra. Hát nekem így visszagondolva, hogy rengeteg olyan foci élményem volt, ugye télen bementünk tornaterembe, ott játszottunk. 3-3 ellen, 4-4 ellen, 5-5 ellen. Pattogjon a labda. Pattogjon a labda. És szerintem az, hogy itt focilabdával játszunk, az sokkal jobb képzést ad, hogy valaki föl lép a nagypályára, mert nagyon fontosak az első érintések, azok a átvételek, hogy érek hozzá, mennyire nyitott állásban vagyok. Szerintem a technikai bázis a legfontosabb a gyerekek részére is. És itt nagyon sok labdaérintés van, nagyon sok párharc van, nagyon sok olyan játékszituáció van, ami nagyon fejlesztő, és ahogy látjuk mondjuk a
trendeket, a nagypályán is szinte kispályán játszanak, tehát mennyire szűken tartják a csapatok egymást és a csapat részeket, és hogy milyen szűk területeken mozognak, nyilván az egész nagypályát nézve, de hogy szerintem egy az élvezetes, látványos, sok gól van benne, élvezik a gyerekek, különböző korosztályokat megmozgat, bárki tud játszani. Szabadon fogunk, elkapunk majd, jó? Jó, szívesen. Gyere szokkázni. Jó, kipróbálom. Krisztián, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, a Szokka TV nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tudjátok jó, hogy a Szokka az nem kispálya, nézzetek minket továbbra is, jövő héten is jelentkezünk, majd egy fantasztikus új vendégnél, viszlát.